Jeremy és Jamie Doss nem olyan emberek, akik meghátrálnak, ha nehézséggel találják magukat szembe. Jeremy sikeres festőművész, annak ellenére, hogy az egyik szemével csak részlegesen lát. Jamie egy szappan termékcsalád kifejlesztésével virágzó kozmetikai céget hozott létre. Azt mondják, sikerük titka az, hogy elkötelezetten fizetik a tizedet. Mindig is elkötelezettek voltunk Jézus iránt, a tizedben, az adásban. És igazából házaspárként az volt a vágyunk, adhassunk. Az Úr azt kérte, hogy jó szívvel adjunk. Én nem bírom ki, hogy ne tegyem. Inkább szeretek adni, mint kapni. 2011-ben azonban a hitük megpróbáltatott. Kiderült, hogy Jeremynek krónikus vérproblémája van, egy autoimmun betegség, és már csak hónapjai vannak hátra. Imádkoztam az Úrhoz, és elmondtam, hogy nem akarom így befejezni az életemet. Találtak egy kezelést, amely ígéretesnek tűnt, viszont nagyon legyengítette Jeremyt, így nem tudott festeni. Ugyanakkor Jamie üzlete is nehezebben ment, hiszen a férjéről és két gyerekükről is gondoskodott, ráadásul a biztosításuk nem fedezte az orvosi kezelés költségeit, és hatalmas adósságba kerültek. Az adósság lesújtó volt, sokat sírtam miatta. 40-50 ezer dolláros adósságban voltunk, többnyire a kezelések számlái miatt. Teltek a hónapok, de a kilátások nem javultak. Az Úrhoz kezdtem kiáltani, hogy segítségre van szükségem, nem tudok egyedül megbirkózni a helyzettel. Két dologban kértem az Urat, segítsen az anyagi helyzetünkön, és gyógyítsa meg a férjemet. Az orvosok nem tudtak rájönni a problémára, csak annyit mondtak, nem tudjuk mi ez. Úgy érezte, az Úr arra kéri, adakozzon még többet a CBN és más szolgálatok számára, bár addig is hűségesen fizették a tizedet. Azt gondolom, az Úr látni akarta, hogy valóban bízom benne. Bár ez egy nagyon nehéz időszak volt, Jamie meghozta a döntést. A férjem kórházban volt. A hét minden napján 8 órán át vérátömlesztést kapott. A hitelezők pedig egyre csak telefonáltak, és akkor újra Istenhez kiáltottam. Azt mondtam, bármit megteszek, fizetem a tizedet, adakozom. Ahogy befejeztem, megcsörrent a telefon. Egy férfi volt, aki azt mondta, szeretne venni néhány szappant, és az Úr azt mondta neki, hogy adjon mellé még 1000 dollárt. Szóval tényleg ilyen gyorsan történt, és aztán ez még tovább folytatódott. Egymás után jöttek az áldások. Még több megrendelés érkezett, és ami még fontosabb, Jeremy állapota egyre gyorsabban javult. Az orvosok rájöttek, hogy mi volt a probléma. Jamie hamarosan két bőrápoló termékcsaládot is szabadalmaztatott, amely nagy sajtóvízhangot kapott a szépségiparban, Jeremyről pedig megjelent egy cikk a Southwest művészeti magazinban, és ezután festményeinek értéke meg 4-szereződött. Jelenleg egy kávézót is üzemeltetnek, és az adósságukat az utolsó fillérig kifizették. Az Úrral semmi sem lehetetlen. Ha a körülmények nézünk, kilátástalan lehet a helyzet. De én úgy vélem, az engedelmesség forrása az, ha hiszünk az Úrban és abban, hogy gondot visel ránk. Ha arra gondolok, hogy az Úr meggyógyította a férjemet, és helyreállított minket anyagilag, kimondhatatlanul hálás vagyok. Legszívesebben mindenkinek elmondanám, hogy igen, ez számodra is lehetséges, ne veszítsd el a reményt. Ő a gyógyító, ért az anyagi dolgokhoz is, adj, és neked is adatik.